két hónapos, és tegnap mértük 6300 gramm. Hát nagyon jó sok baba. És 4 hónapos ruhákat adunk. Olyan nagy már. Igen. Az idei év első baba csomagjait adja át Bonyhád város polgármestere. Filóné Ferenc Ibolya azt mondja, a város önkormányzata az elmúlt években nagy figyelmet fordít a bonyhádi fiatal kisgyermekes családokra, és már régóta tervezték, hogy baba csomaggal lepjék meg őket. A 20 000 forint értékű ajándékcsomag egy levendulával töltött illatpárnát és egy takarószettet tartalmaz. Idén 2021-ben erre is sor került, erre nagyon örülök, költségvetésbe beterveztük ennek a költségét, és közel 100 család lesz remélhetőleg idén is a városban, akik ahol baba születik a családba, és akiket megörvendezhetünk ezzel az ajándékkal. Külön öröm számomra, hogy egy olyan csomagot állítottunk össze, amely gyakorlatilag már létezett, hiszen egy bonyhádi vállalkozás ezzel foglalkozik, amiben levendulával töltött kis róka párnát kapnak a gyerekek, illetve egy ilyen takarószettet. Ebben az áprilisi hidegben, télben talán még jól is fog jönni, és örömmel fogadják a családok. Most az első alkalom, ahogy visszük ezt a csomagot, hiszen a 2021. január és februárban születettek kapják meg, most első alkalommal, és akkor folyamatosan az év során mindig egy-két hónapos csúszással, hiszen azért a pici babákhoz előbb amúgy sem illik menni látogatóba. Másrészt most a járványhelyzet miatt különös tekintettel vagyunk azért arra is, hogy még nagyobb figyelemmel az óvatossággal. De annál nagyobb öröm számunkra, hogy azért ezt is megtehetjük, hiszen ma most az első alkalommal is láttuk, hogy nagy örömmel fogadták a családok, és bízom benne, hogy ez mindenhol így lesz. Fogadjátok szeretettel, egy picit megázott. Köszönjük szépen. De reméljük, hogy azért nagy hasznát veszitek. Ez az anyuka 2 hónapja adott életet első gyermekének, Máténak. Azt mondja, örül annak, hogy az újszülöttekre is gondol a városvezetés. Nagyon-nagyon örülünk neki, már az Életfa programnak is nagyon örültünk, mert amikor megtudtuk, hogy lesz babánk, hogy akkor de jó, akkor nekünk is lehet majd fánk, úgyhogy nagyon vártuk már. Ennek a csomagnak meg pluszban nagyon örülünk. Már nézegettem egyébként, és pont rendelni is akartam, de hát megelőztek így a baba csomaggal. Az első kisfiunk, unoka is a családban első, úgyhogy nagy az öröm. Mert nem csak a család, a rokonok, barátok, hanem tényleg nagyon jól esik, hogy a város vezetősége is gondoskodik így a friss újszülöttekről, illetve hát a város új lakóiról. A polgármester szerint a szimbolikus kezdeményezések is rendkívül fontosak. Bonyhád város önkormányzata az elmúlt években különösen figyelmet fordít a fiatal családokra, de itt nem csak az infrastrukturális fejlesztésekre kell gondolni, bár azok is jelentősek voltak az elmúlt években, ha csak az óvoda és bölcsőde férőhelyek bővítését, illetve a felújításokat említem, de említhetném a családi pihenőparknak a megépítését is, a játszóterek folyamatos felújítását is, tehát igyekszünk minden területen odafigyelni a fiatal családokra, a kisgyermekes családokra. Az ilyen infrastrukturális fejlesztések mellett fontosnak tartjuk a szimbolikus kezdeményezéseket is. Ilyen az az Életfa program, amit már hosszú évek óta folytatunk a városban. Minden született gyermeknek egy fát ültetünk közösen a családdal, amit majd ők a későbbiek során gondoznak, és együtt cseperednek a fák a gyermekekkel, és most ilyen a most bevezetett babacsomag is.